Sziasztok! Én Martin vagyok, és üdvözlök mindenkit, hiszen ma FIFA 14 karrier mód, és az FC Bayern Münchent választottam csapatomnak. Oké, van itt 6 darab olvasatlan üzenetünk. Oké. Akkor szerintem nézzük meg, hogy kit tudnánk átigazolni. 55 millió dollár vagy milliárd dollárunk van. Liga legyen. Liga. Liga az olasz a osztály, és szerintem megveszem Milántól. Egy jó játékost fogok megvenni, aki nem más, mint Stefan Elsharavi fogom megvenni tőlük, és hát megnézzük, hogy milyen teljesítménye lesz a Bayernnél. Na nézzük. Igen. Malam. Lam ilyen gyorsan le is sérült. Az azért komoly. Hú, hát itt ki vannak hagyva innen. Úristen. Jó, nézzük. Rafinha. Ó, hát ez miért van kihagyva? Kroos. Ribéry, az a jó játékos. Robben. Müller. Schweinsteiger. Ugye az magyar játékos. Hát már nem fog játszani Kroos. Mert helyette Hedran, vagy nem tudom, hogy kell ejteni a nevét. Oké. Jelenlegi keret az jó lesz így, és hát akkor vágjunk bele, tényleg még Elsharavitől mit várnak, 29 millió 500 ezer dollárba fog kerülni, amit én meg is fogok venni. Igen, és azt mondja, hogy... Jelenleg még nem tudom, hogy kit fogok eladni, mert még meg kell néznem a játékosokat, úgyhogy addig hiába jönnek átigazolási ajánlatok, mindig az arra fogok menni, hogy nem olyan elfogadta. Oké. Hát ennyit adjunk neki, egy 120-at adjunk neki, 4 évre jöjjön és kulcsember a kezdőben. Akit most raktam be éppenséggel, azt nem fogjátok elvinni. És Neuer se, mivel az egy jó kapus, Neuer. Oké, na, már az első meccset várnám. Mondom, jelenleg semmit nem mondok. Várom az első meccset, és ott megnézzük, hogy az FC Bayern milyen hatással van az... Ó, elfogadta. És akkor új játékos érkezik. Stefan Elsharavi. Méghozzá nekem olyan alakzat kell. És meg is van. Ez lesz. Hogy miért? Mert Elsharavit azt most be fogom rakni, és lehet, hogy nem fog játszni most egy ember, azaz Ribéry, Schweinsteiger helyet cserél, és Schweinsteiger nem játszik most ezen a mérkőzésen. Hol van Elsharavi? Igen, és akkor ezt gyorsan lecserélünk, mondjuk. Erre ne cseréljük, és akkor oké. És akkor elvileg ez így tökéletes.
Igen, megint. Ó, Boateng, nem fogom eladni. Hát. Na hát ez meg hogy néz ki, azt aztán nem tudom, de olyan kocka pofája van. Neuer nagyon-nagyon hivatkoznak, mivel jó kapus szinte. Igen. Igen, itt elég sok antigazolási ajánlatok fognak érkezni. És akkor már én már a meccset várném. Várném, várnám. És üzent nekünk az egyik játékos. Hát nem tudom most ezt így hirtelen eldönteni, és ott is van az első mérkőzésünk, és vajon ki ellen fogunk játszani. Jó, most nem frissítem. Jó, oké, és akkor Soton az első csapat, akivel meg kell mérkőznünk. Bocsánat, csak igen, köhögök, és még hozzá pirosba leszünk, és ők pedig szürkébe. Igen, igen, itt van a, oké, és akkor meccs lejátszás. Hoppa, hoppa, ezt már most elrontottam. Nem baj. Az nagyon nagyot bikált a lagunába. Oké, szerintem akkor a mérkőzés elkezdődhet. Nem tudom, mennyire halljátok a hangomat. Billentyűn játszok. Egyelőre, és majd hamarosan karon fogok játszani. Na, fussunk, elfutunk. Elfutunk mellette. Elfutunk. Júj. Igen. Figyeltem oda. Kicsit így. Jó, hát a skin lesz. Oké. Okay. Miénk. Az igen! Hát én most itt kihűltem hirtelen. Most itt kihűltem. Hogy tisztára ott gurul a vonalon és nem megy ki neki. Na, azaz, esi össze. Ja. Na, FC Bayern valamiért nem nagyon. Na, el se revé. Na, fussja végig, ha. Azért ilyen gyönge lenne, el se revé. Na, nézzük ezt a csavarát! És el se revé. Na, egy hatalmas gól születik. Ez nagyon-nagyon szép gólt lőtt, el se revé. Igen. Nézzétek, megfogja és ellövi csak. Nagyon szépen behelyezi a labdát. Hát a kapus hiába nyúlt érte, nem sikerült neki. Southampton ellen játszunk, ugye? Oké, jó van. Oké, elserevi megint. Bocsánat, lagokért valamiért szaggatok. Ez nem tudom mitől van. Óha. Bocsánat a kisebb laggokért, meg ilyenekért. Nem tudom miért szaggatott be a játék az előbb. Hirtelen ilyen 10 FPS. Hoppá. Jó, nem baj. Nem baj, nem kapunk semmit. A Fraps is néha leviszi ám az FPS-t. Most is elvileg 30 FPS-sel menne a játék, de hát ez... Na, nem fog úgy látszódni, mert most jelenleg 30. Hát az indítás az jó. És a beadás is.
Müller gólt szerez. Nagyon szép volt. Hát itt bizonytalankodtam, hogy fejelni fog, de nem baj, se baj. 2-0-ra vezetünk, és még csak az első félidő. Innen egy lövés. Nagyon gyenge a lába. Vagy, hát, én úgy szerintem gyenge volt a lába, mert nagyon gyatrán lőtt el ezt a labdát, mintha nem tudna rúgni. Úgy lőtt el ezt a labdát. Oha. Na, senki nem indulna meg? Hát akkor Istenem, befutunk a tömegbe. Uha. Jó, nem baj, nem baj. Valaki bent. Nem baj, nem baj, nem baj. És elérte, elérte Ribéry. Ó, elhagyta Ribéry. Nem baj, nem baj, nem baj, nem baj. Se baj. Nem jó. Elfelejtettem, hogy nem jó lett volna az az indítta. Nagyon tömörödünk itt játékosok. Itt össze-vissza. Oppa, ott egy nagy csel. És hát ez hihetetlen. Harmadik gól. Hihetetlen. Nem hiszek a szememnek. A Davis kapus nem tud védeni. Na se baj, de nekünk lesz csak jobb. Igaz, ez csak barátsága, szóval nem kéne annyira hajtanom a győzelemre. De azért, azért az se jó, hogyha kikapnék az első barátságos mérkőzésen, ugyanis nem tudom akkor mi fog történni. Nem esünk e-mail semmi, de amikor már benn lennénk a kupa osztályba, és hát az osztályba, akkor ugye ott van olyan, hogy első döntő, negyed döntő, és azt hiszem döntő, igen. És hát ott onnan nem érdemes kiásni, ott lehet alázni az illető embereket. Na, Eselevi lőtt egy nagyot. Ó, hát ez köszi. Na, indulj el, Eselevi. Na, meg lesz, nem lesz meg, meg lesz. Nem lett meg. Se baj, se baj, se baj. Oha, támadnak. Hoppá, az én cselemet kopiszta. Bakker. Na. Hogyha én bekapok most itt egy gólt, akkor az nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon megfogom én. Neuer szerencsére nagyon szépen rávett. Akart volna menni a játékos, de... Ez nem tudom, mi lett ott. Bum! Ennek hatalmas rúgása van. Alig ér a labda, ott az üres ember, ott van üresen, senki nem fogja elserevét, és bele bombázzuk. Júj! Hát, Madunski, vagy nem tudom mi a neve, hatalmas helyzetet hagyott ki, szó szerint, ahogy Eselevi bele bombázza a tömeg közé. És hát azért Madunski, vagy nem tudom mi a neve, hülye kiejtési neve van, az azért kihagyta azt, de az nagyon hatalmas gól lehetett. Uha! Hát az nem így akartam, de mindegy, egy próbát megért. Amúgy is vezetek 3-0-ra, szóval mit kapkodjam el ezt a mérkőzést. Remélem hallottok normálisan. Hát, hoppá, gondoltam. Nem baj. És 3-1, akkor is még vezetek. Gondoltam,
Nem fogja ott senki. Húha, húha. Na mi van? Én is tudok cselt. Na én is nyomtam egy cselt, öcsém. Hát az... mi akart lenni most? Őszintén. Most fölemeli. Neuer egyet nem védett. A Davis meg vagy hatot védett. És ennyi lenne az első fél idő. Jelenleg vezetünk 3-0-ra. És megnézzük, mi fog történni az a következő fél időben. És hogy így nyerünk, akkor az csak nekünk lesz jó. Na nézzük meg, mi vár minket a második fél időben. Billentyűn is lehet cselt csinálni, csak hát nem olyan egyszerű. Oké, megkaptuk a labdát. És akkor Alaba. Hű, én már azt gólnak láttam. Nagyon szépen levette. Alaba a labdát. Mandzukic. Hagyta ki azt a hatalmas helyzetet, Mandzukic. Hagyta ki. Hát, jó. Na, addig, hogy lögdösik el Sarabit. Húha, ez hirtelen lövés. Hát, nem jött össze. Esravi 6-szor lőtt kapura. Előbb írta ki. Hammond pedig csak 2-ször lőtt kapura. Ó, beleállt szerencsétlen Mandzukic. És hát így ez a hatalmas bomba úgymond nem ment kapura. Ez pedig nagyon nagyot bombáztatott volna a kapura. Müller, ha jól tudom, az lőtte. Igen, Müller lőtte. És nekik szabad rugás. Ezt most hogy fogjam fel? Nem értem. Ott, ez nagyon gyatra lövés volt, Müller. És na, onnan, és ezt is hártja. Nem tudom megemelni nagyon úgy a labdát, hogy a kapus fölött, de mondjuk vezetek, szóval nem baj. Próbálok kihozni legtöbbet a csapatból. Ott integet Robben. Én Robbennek indítottam azt a labdát, de hagyjuk is. Hoppá. Mindjárt szabálytalankodunk. Hoppá, hoppá, hoppá. Erről beszéltem. Sárga Müller. Hát nézzük csak. Igen, jogos volt. Nagyon eltolta a játékost. Hát jó. Hát első, egyből barátságos mérkőzésen. Első sárgalap és első sérülés, már láttam, hogy meg volt sérülve, megsérült a játékosuk. És hát Maduc, jó, adjuk, nem tudom. Hatalmas labdát kapott volna az ember, vagyis hát az illető. De hát pont nem tudta úgy átvenni, hogy... Aja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 j. Hát ezt nem hittem volna, hogy ezt elcsipi. Pont, hogy elcsipte. Már megint bocsánat a szaggatásért. Nagyon idegesítő, hogy szaggat a játék. És Elsaravi megint a hatalmas góljával megint betalál. Hihetetlen. Ezt én nem hiszem el. Ekkora egy hatalmas gól. Nézzük csak. Igen. Ugyanoda, ahogy az legelső gól is ment. Ugyanígy lőtte el. Megáll az eszem. Most már 4-0-ra nyerünk.
Oh. Jaj. Jó van, nem baj, se baj. Hát most, jaj, Istenem. Istenem. Hát ezt most jól megcsinálta. Lökdöste az ember, azt elpasszolta. Azt jó, mennyi el serevi. Na jó van, hát most akkor kicsit mi is köcsögösködünk. Azt hittem föl se bír málni. Cserélnek. Hála Istennek, én jelenleg nem fogok cserélni most még. Hát nem fogok cserélni. Elakadt a labda. Mandzukicnak lett volna egy hatalmas labda. Ó, miért véletlen rossz? Ó, visszahúztam. Ez nyilván egy rati lövés volt, mit ne mondjak, de... Hát, megáll az eszem. Miért húztam vissza? Nem értem. Hát, elserevi azért innen. És rábombáztok át. Nagyobb erővel kellett volna. Gyerünk el, Srevi. Na, elveszed. Ó, nem. Na, nem baj. Új, ott a ló. Júj! És még egy fejes. És azért is bemegy az a gól el Srevitól. Azért is bemegy. Hihetetlen. Nem hiszem el Esztert. Ahogy Mandzukic megfogja és belelövi a kapusba, majd visszafutna a kapus, és elserevi befejeli. Hát ez hihetetlen. Nem baj, 5-0. És hát még ebben mi lesz ebben a meccsben, azt aztán én nem tudom. De ez hatalmas. Az milyen kötényt adott. Ez hatalmas volt ez. Hihetetlen, nem hiszem el. Kicsit Neuert is megjátszassuk egy kicsit. Ó, hogyha elérte volna el Serevi, még talán be is tudta volna adni, és ott lett volna a másikból. Nem baj, ez már vége, megnyertük ezt a barátságos mérkőzést, nem értem, hogy miért hajtottam. Holott csak a döntőbe szoktam hajtani ennyire, hogy így rugdosom a gólokat, az minden, az kész. Nincs valami nagy FIFA tapasztalatom, szóval ez nem nagyon fog izgatni. És Neuer hatalmasat véd. Neuer első védése. Nyújtott lábbal, paf. Na, nézzük Neuernek a második védését. Jött a labda, oké. Uha, hűha. Bakker. Jó. Tökéletes. Uha. Jó, nem baj. Ó, hát levetted. Köszi. Az Isten itt milyen pici hozzá képes. Az konkrét. 3 perc hosszabbítás. Ott van a 6. Robben. Arjen Robben, az a neve, nem tudom. Robben betalál, és így lezárul szerintem ez a mérkőzés. Robben is szerez az első barátságos mérkőzésen egy gólt. Nem baj, ez ennyi lett, ennyi is lesz. És itt a meccs vége. Igen. És akkor ennyi lenne szerintem ez a videó. Jövök majd a következő részekkel. Hát, oké. Szerintem ennyi lenne ez a videó. Írjatok kommentet, és lájkoljatok a videót, majd iratkozzatok fel. Köszönöm,
Sziasztok!